Figyelem! A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A forgatási helyszínt a Gundel étterem biztosította. A műsorvezető frizuráját a Blanch Salon készítette. A Lillás reggeli már a Facebookon is elérhető, facebook.com/lillásreggeli. Mi kell egy jó reggelihez? Egy csipetnyi álom. Egy csészényi kedvesség. Egy cseppi szenvedély. És egy jó beszélgetés Paor Lillával. Ő szólt, de azért még sütött a nap. Bársonyos hangja összetéveszthetetlen. Habár arcát a Magyar Televízióból ismerjük, Debrecenben népművelés könyvtáros szakon végzett, s ezt követően került a fővárosba, itt magyar szakon is diplomázott. A kitérő után visszakerült Debrecenbe, ahol színészként kereste a kenyerét. Ezt követően kapott előadó művészi működési engedélyt. 1978-ban egyenes út vezetett a Magyar Rádióba. Egy évvel később már a Magyar Televízió munkatársa is lett. Két évtizeden keresztül párhuzamosan szerepelt mindkét intézmény műsoraiban, mint bemondó és mint műsorvezető egyaránt. 2011 nyarától tagja az MTVA anyanyelvi mikrofon és képernyő bizottságának. Rádiós munkája mellett irodalmi esteket szerkeszt, melyekben maga is szerepel. Az elmúlt években több verses CD-je jelent meg, jelenleg is a Magyar Rádió bemondó műsorvezetője. A Lillás reggeli mai vendége a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztjével kitüntetett Kazinczy díjas Mohai Gábor. Jó szórakozást kívánunk! Olyan érdekes, hogy amikor rólad szó kerül, akkor a, most volt ez a Voice című műsor, biztos nézted, és akkor azt mondom, hogy Magyarország hangja. Most nektek rádiósoknak különleges orgánummal kell rendelkezni ahhoz, hogy a személyeteket meg tudják jegyezni a hangotokon keresztül, és nagyon sok esetben éveken keresztül nem is lehetett kötni a hangokat az arcokhoz. És akkor gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ha három korosztályt végigveszek, akkor volt a dr. Bőzsöny Ferenc, ugye a nagy hangok közül, Szalóczy Pali, egy picit már másabb korosztály, és akkor azt lehet mondani, majd nagyon hülyén fog hangzani, de tulajdonképpen a fiatalabb, még egyel a fiatalabb korosztálynál, pedig Mohai Gábor volt, nagyon szépen köszönjük, az a hang, amely elkísérte az embereknek a mindennapjait, az életeit, vagy az életét. Te benned tudatosult a különleges hangszíned gyermekkorodban, vagy mikor alakult ki ez az orgánum? Mindjárt válaszolok erre a kérdésedre, de belekapaszkodok abban a mondatodban, amit az elején mondtál. Néhány évvel ezelőtt készült velem egy interjú, nem mondom meg, hogy melyik újságban, egy színes képeslapban, és ez volt a címe, hogy A magyar hang. Ahogy te mondtad ezt, és azzal hozta párhuzamban, hogy Amerikában nagyon sok ideig Frank Sinatrát hozták Amerika hangjának, ez nekem nagyon hízelgő volt. Nos, erről természetesen én nem tehetek, ez egy adottság, a Jóistentől kaptam. De mikor ilyen alakult ez ki? Tehát mikor vetted észre, hogy a hangszíned, a beszédtechnikád egy picit másabb, mint a többieké, érted? Mert legtöbb ember ugye mutálás után kialakul, vagy a legtöbb emberekkel mutálás után kialakul a hangja, nem tud vele mit kezdeni, ha meghallja, furcsának hangja, hallja, tehát máshogy viszonyulunk a saját hangunkhoz, és megmondom egész őszintén, nekem is azt szokták mondani, hogy elég különleges a hangszín. Én belülről gyönyörűnek hallom, meg ugye meg is szoktam időnként zengetni, és akkor, amikor meghallom kívülről, akkor azt mondom, hogy úristen, mekegek. Tehát ez egy másfajta viszonyulás a saját hangunkhoz. Én nem szeretem hallani a saját hangomat, hallgatni sem szeretem. Hogy mikor alakult ki, azt konkrétan nem tudom. Hogy mikor hívták fel a figyelmemet arra, hogy nekem szép hangom van, azt pontosan tudom. Én Debrecenben voltam a Csokonai Színházban, ilyen Kürtki hídbe, segédrendező, segédszínész, tálcán a fácán, ilyeneket, ezek voltak a nagy szerepeim. És egyszer játszottam egy operetben. Én azt hiszem, hogy mert kettőben játszottam, hogy ez a Bála Savoyban című operetben volt, amikor nekem mikrofonban kellett beszélnem, és a színpad mögött volt egy nagyon kedves kolléganőm és barátnőm, Máriás Melinda nevű színésznő, aki, mikor vége volt ennek az én rövid kis jelenetemnek, akkor megkérdezte egyszer tőlem, hogy miért nem még a rádió bemondónak olyan szép hangod van. És én ott lent Debrecenben,
rádió, magyar rádió, aha, akkor említetted az imént Bőzsöny Ferencet, akkor én még névhez nem tudtam kötni, aha, ezeket a hangokat, csak hogy hogy kerülhetnék én oda. És mit ad Isten, egy hét múlva megjelent az újságban, hogy rádióbemondókat keresnek a magyar rádióhoz, aha, budapesti lakosokat, férfi bemondókat. Na most én férfi voltam, budapesti lakással nem rendelkeztem, viszont volt egy évfolyam társam, aki Budapesten lakott, és az ő címére, aha, beküldtem a jelentkezési lapot. És akkor így jöttek sorba a behívások, mint a színművészeti főiskolán, aha, első, második, harmadik, és a végén úgy alakult, hogy abban az évben, 1978-ban, hát engem vettek föl egyedül, de akkor nagyon-nagyon sokan jelentkeztek még bemondónak. Azt hitték, hogy ez egy ilyen fantasztikus pálya. Orvosok különböző fantasztikus diplomával. Én népművelésszakot végeztem, ami mindenre és semmire nem volt jó, uh-huh, akkoriban. Ezt azért csináltam, mert nagyon sokáig nem tudtam, hogy mi akarok lenni. És mondom, ha elvégzem ezt a népművelésszakot, mégis lesz egy diplomám, aztán majd csak alakul valami. És akkor 1978, már december 15-én kerültem be a Magyar Rádióhoz. Most azért érdekes számomra ez a fajta munka, mert az én személyem, aki egy szabad egyéniség számára, a leges, legnehezebb dolog a kötött szövegeknek az elmondása, és olyan típusú interpretálása, hogy a szép, közérthető, tökéletes legyen. Tehát, hogy magyarra fordítsam, már a rendszeres nézők tudják, hogy én nekem az a bizonyos felkonf, az a mumusok mumusa. Tehát, hogy én a műsor elején három mondatot úgy elmondjak, hogy és akkor most blablabla, az egy katasztrófa. Még élőben kijövök belőle, mert ott egy egész másfajta stressz helyzetben vagyok, és amikor nagy színpadon konferálok, akkor nagyon-nagyon cirkalmas körmondatokkal fűszerezve, de végül is kijövök belőle. De egy felvett műsornál, hogy én pontosan, precízen, szépen megfogalmazzam a mondani valót, netán súgógépről elmondjam, vagy felolvasam, ez a világ leges, legnehezebb feladata. Milyen adottságok, felkészülés kell ahhoz, mert ti nagyon sok esetben, és hogy egy picit megpróbáljuk a nézőket bevezetni a kulisszatitkokba, legalábbis én nekem az a, nem csak az, hogy én tanuljak belőle, de ez mindenki számára érdekes, hogy ez hogyan működik. Mert azért sokszor van az, hogy nem látod a szöveget, leteszik eléd, nem tudtad előtte elolvasni, hát azért tudjuk azt, hogy egy hírműsornál az ember beszél 5-10 percet, azért előtte begyakoroljuk át, mondjuk, stb. Stb. Na, hogyan működik ez a valós életben, a magyar rádióban? Én nem rádióztam. Nekem ebben nagyon nagy gyakorlatom volt, ugyanis én előbb voltam versmondó, meg előadó művész, mint rádióbemondó. Tehát én nekem nagyon-nagyon sok szöveget kellett megtanulnom. Nem kellett, tanultam meg, mert szerettem, mert kedvem volt hozzá. Tehát rengeteg verset mondtam. Tehát erre óriási alapozásom volt. Edzésben voltam arra, hogy betanult szöveget mondjak el, mert hiszen a verseket, azokat be kell tanulni. Úgyhogy nekem ez nem jelentett nagy nehézséget. A rádióbemondói munka pedig, én azt szoktam mondani, ezt nekem találták ki. Én egy ilyen magányos farkas vagyok. Nagyon szeretek egyedül lenni, és amikor bekerültem a rádióba, akkor az egy olyan boldogság volt, hogy rám zárták a stúdióajtót, én ott egyedül voltam, az üvegfal mögött volt egy vagy két hangmérnök vagy hangtechnikus, és akkor én ott egyedül 4-5-6 órát, mikor mennyi volt a szolgálat, annyit egyedül voltam, és én ezt nagyon-nagyon élveztem, és a mai napig is élvezem. Élvezném, ha még lenne ez a klasszikus bemondói munka. Most már ez sajnos nincs. Az, hogy miért szüntették meg, és hogy mi volt az ok arra, vagy mindjárt rátérünk, illetve hogy hogyan alakul át maga a rádiózás, és ez a fajta műfaj, ezt majd így kiboncolgatjuk, de még visszamegyünk egy pillanatra. Az, hogy a betanult szöveget, mert ugye akkor volt időd arra, hogy szépen gyakorold, meg legyen a prózódia. Hogyan lehet viszonyulni egy olyan szöveghez, amit itt tesznek eléd? Mennyire volt gyakori? Tehát úgy teszik elém, hogy igen, ezt rögtön fel kell... Igen, hogy ezt nem láttad előtt. Ja, hogy előtte gyakori volt. Gyakori hírműsoroknál ez nagyon gyakran előfordult, hogy éppen jött egy hír, igen, és akkor becsúsztatták, és akkor azt el kell mondani. És ezzel sem volt soha semmi problémád? Akkor az ember, én nem is tudom, mi történik olyankor, amikor élő, talán ezt még te is tapasztaltad,
hogyha élőben beszélsz, akkor sokkal jobban koncentrálsz. Uh-huh. Tehát ha én élőben felolvasok egy, kvázi blattolok egy hírt, akkor én nagyon ritkán fordul elő, hogy abba hibát ejtek, bakidom. Uh-huh. De hogyha felvételre kell, akkor az sokkal gyakrabban. Úgyhogy ez valami működik az emberben, ami akkor úgy összeszorítja, és akkor azt hiba nélkül fel tudom olvasni. Az első ilyen feladatom 1978. december 15-én az volt. Akkor úgy működött, hogy egy idős bemondó mellé, egy gyakorlott bemondó mellé beosztották mindig a kezdőket. Engem Dömög Gábor mellé osztottak be, akit annak idején már ismertem a tévéhíradóból is, meg a rádióból is. És ő levitt engem, egyrészt levitt bemutatni mindenkinek. Amerre ő ment aznapi feladatként, minden stúdióba, akkor bemutatott, hogy itt egy új kolléga, a technikusoknak, hangmérnöknek, mindenkinek bemutatott. És neki akkor aznap az volt a feladata, hogy a 10 perc külpolitika című műsort ő olvassa fel. És akkor próbaképpen azt mondta, na, gyere öcsi, olvast fel ezt a hírt, ez a 11-es stúdióban van volt. Ez egy 10 perces szöveg volt, a címében is benne volt. És hát én nekiültem, és felolvastam, és tócsa volt a kezem helyén az asztalon, és képzeld, hiba nélkül fel tudtam olvasni a 10 perc. Soha nem felejtem el, Nicaraguáról szólt ez a 10 perc külpolitika, és annyira jól sikerült akkor, hogy az első nap este ez lement adásban, élőadásban, a Kossuth Rádióban. És milyen furcsa, hogy én másnap, én akkor még albérletben laktam Budapesten, ezt a 10 perc külpolitikát másnap délelőtt megismételték. És én otthon készültem dolgozni, illetve az albérletemben, borotválkoztam, szólt a rádió, és egyszer csak hallok egy hangot, ami az én hangom volt, és ez egy olyan tudathasadásos állapotot idézett elő bennem, hogy én azonnal oda mentem, az ágyon volt egy kis táskarat, és elzártam abban a pillanatban a rádiót, hogy ez mi történt, mi ez, hogy valami is. Akkor hát utána természetesen már a gyakorlás szempontjából is meg kellett hallgatni sokszor a hangomat, meg ez úgy adódik, hogy néha akarom, nem akarom, hallom, hallod mert magad. Valahonnan csak megszólalok rádióban, meg televízióban. De gyönyörű egyébként a történet. Említetted Nicaraguát. Kell-e a nyelvek szempontjából tudatosan készülni, vagy hogyan lehet erre a pályára? Mert még azoknál is, akik jól beszélnek mondjuk angolul, problémát jelent egy-egy angol névnek, intézmény nevének a kiejtése, nem beszélve arról, hát, hogy egy hír kapcsán, vagy az egész világot áttekintve, nagyon sok idegen kifejezéssel találkozunk. Azt szoktuk mondani, hogy egy bemondónak minden nyelven kell tudni beszélni. Uh-huh. Természetesen ez nem igaz, hiszen nagyon sok kézikönyv valamiből ha természetesen nem beszélsz minden nyelvet, de rá lehet jönni, hogy milyen szót, hogy melyik szót hogy kell kimondani, vagy melyik betűt hogy kell kimondani adott nyelven. Én a középiskolában latint és németet tanultam, latint és orosz tanultam, és aztán magánúton németet. Tehát ebben a három nyelvben azért úgy otthon voltam. A latin az nagyon sok mindennek az alapja. A többit pedig kitudtam könyvekből és segédeszközökből, amik a rádióban ott voltak. Meg tudtam nézni, és volt egy katalógus, sajnos ma már ez is úgy maradt, hogy néhány évvel ezelőtt abba hagytuk. Ha valaki találkozott egy új névvel, akkor ezt a katalógusban mindig beírta. Hogy ezt így írják, és így mondják. De jó. De ez ma már sajnos nincs meg. A másik pedig az, hogy probléma van az idegen nyelvek kiejtésével, de azt hiszem, hogy ebből mi magyarok csinálunk óriási problémát. Mi angolabbak akarunk lenni az angoloknál, németebbek a németeknél. Ez soha nem fog sikerülni. Természetes, hogy nem tudsz kimondani úgy egy angol nyelvet, ahogy az amerikaiak vagy az angolok kimondják. De ha próbára tennéd őket, hát nyilván hallottál már külföldieket, egy-egy magyar szót, nevetséges, ahogy kimondják. Nem kell, én nekem nem is tetszik, mikor hallom akár rádióműsorban, akár televízióban, akár filmekben, vagy filmek főcímében, annyira angolul akarják mondani azt az angol szót, hogy az angolok biztos nevetnek rajta. Emlékszem rá, hogy volt Párizsban egy magyar színész, aki 1956-ban ment el Magyarországra, aztán hazatért, sajnos ma már nem él,
Én sok évvel ezelőtt egyszer meglátogattam őt Párizsban, és akkor mondta, hogy a felesége, hogy jaj, volt itt nemrégiben egy magyar énekesnő Párizsban. És hát azt mondta, hogy ő tud francia, franciául beszélt, egy szót nem értettünk belőle, hogy mit mondott. Pedig hát ő biztos tudott franciául, úgy, ahogy mi itt magyarul tudunk, Magyarországon tudunk bármilyen nyelven, de hát azért az más. Nem kell minden nyelvet megtanulni, hát megközelítőleg el tudjuk mondani. Ki tudjuk mondani George Bush nevét, aztán lehet, hogy ők egész másképp mondják. Igen. Az jutott az eszembe, hogy ha egy jó pár évet vagy évtizedet ugrunk a beszélgetésbe, akkor volt olyan időszak, amikor annak a bizonyos, hogy mondják ezt, képernyővizsgának, hangvizsgának? Igen. Te voltál az egyik vizsgabizottsági tagja, most azt nem tudom, hogy elnöke vagy nem. Tehát ahhoz, hogy régebben, hogy valaki képernyőre kerülhessen, vagy a rádióba bemondó, vagy műsorvezető lehessen, ahhoz igenis szépen kellett beszélni, és egy bizonyos vizsgán át kellett menni. Hogyan lehetett fölkészíteni a fiatalokat? Egyáltalán készítették-e a kollégák, vagy volt-e valami segédkönyv erre, hogy ezen részt vegyenek? Illetve minek alapján, mondjuk nem kapott Hajdú Péter engedélyt arra, hogy utána képernyőn lehessen, mert sok éven keresztül ugye mondták, hogy nincsen meg a képernyő engedélye, tehát nem vezetett műsort. Ez volt, ami miatt a Magyar Televízióból például el kellett jönnie. Most egy nagyon-nagyon nagy problémára tapintottál rá. Annyiban, Lila, ki kell javítsalak, hogy én most vagyok a... Tehát most vagy vizsgabizottság? Most vagyok. Aha, jó, nem tudtam igen, időben elhova tenni. Hivatalos neve azt hiszem, hogy mikrofon és képernyőbizottság. Uh-huh. Így indult néhány, 3 évvel ezelőtt, amikor engem ide beválasztottak. De régen is volt ilyen. Régen volt mikrofonbizottság, meg képernyőbizottság, amikor még külön volt a Magyar Rádió, Magyar Televízió. Most már, hogy egybe van a Duna TV, Magyar Televízió, Magyar Rádió, MT, tehát az MTVA, itt van egy képernyő és mikrofonbizottság, aminek én is egyik tagja vagyok, aminek mi adtunk egy nevet, hogy legyen neve, Montág testület. Uh-huh. Montág Imréről elnevezve. És én ennek vagyok az egyik tagja. És amikor egyesültek a médiumok, akkor az összes közszolgálati rádióban, televízióban megszólaló embert, kollégát nekünk végig kellett hallgatni, és végig kellett nézni, és véleményt mondani, uh-huh. véleményt írni arról, hogy milyen kategóriába sorolhatók. És az addigi, legyen az 20 évvel ezelőtt megszerzett mikrofonengedélyt, meg kellett szüntetni, és teljesen nyílt lapokkal, tiszta lapokkal indult mindenki. Azért ez egy veszélyes vállalkozás, ez mint olyan érdekköröket lehet sérteni. Rettenetes. Ez rettenetes na, volt. Na most erre nagyon kíváncsi vagyok. Ez rettenetes volt, aha. A mai napig is az, mert nagyon sokan zokon vették azt, aha. hogy hát nekik eddig meg volt állandó működési, vagy mikrofon engedélyük, képernyő engedélyük, és akkor most kaptak esetleg egy ideiglenest. Na most ezt egyrészt nem mi találtuk ki, hogy így legyen, hanem a vezérigazgató úr, és mi... Ezzel nincs is baj egyébként. Nekem az a fura, hogy ennek ellenére annyi beszédhibás riporterrel találkozunk, hogy az valami döbbenet. Igen. Nem tudok mit mondani. Erre nem tudok mit mondani. Mi mindenkiről leírtuk a véleményünket, ebből nézeteltérések is voltak. Uh-huh. Ferde szemmel néznek ránk néha. De hát, ha egyszer erre kaptunk felhatalmazást, és ez egy nagyon helyes dolognak tartom, különösen a közszolgálatban, hogy ez így legyen, hiszen mindenki tud beszélni, akinek a Jóisten megadta azt a képességet, hogy tudjon beszélni, na de nem mindenkinek ez a kenyere, nem mindenki ezzel foglalkozik, nem mindenki ezt közvetíti. Egy nagyon kedves példa, hogy én is le tudom játszani a boci-boci tarkát, de nem adok hangversenyt a ÜPA-ban. Vagy nem megyek el táncolni, bár kettőt tudok lépni, jobbra, kettőt balra. De ahhoz, hogy valaki beszéljen, különösen a közszolgálati rádióban és televízióban, de nem csak ott, hanem mindenhol, tehát a kereskedelmi televízióban és rádióban is,
hiszen ezeket is százezrek, ezrek, milliók nézik. Igenis, követelménynek kellene lenni, ugyanúgy, mint bármely más szakmánál, hogy vannak alapkövetelmények. Tehát aki pösze, aki sejpe, aki dadog, az nem biztos, hogy arra született, hogy ő rádióban, televízióban megszólaljon, vagy közvetítsen. És lehet remek szerkesztő. És lehet nagyon sok szerkesztő. Én soha nem akartam hírszerkesztő, vagy bármilyen szerkesztő lenni, mert nem érdekelt ez a dolog. Nagyon sok kolléga abban a tévhídben van, hogyha belép a Magyar Rádióba, vagy a Magyar Televízióba, vagy bármelyik rádióba, vagy bármelyik televízióba, akkor ott csak beszélni és képernyőn megjelenni lehet. Millió munkakör van a médiumokban, ami nagyon fontos, szintén csak Hát mert nélkülük nem működik létre az egész, nélkülük és nem működne. Mi nem beszélhetnénk. Igen. Tehát ez tőlük, igen. De ezt valahogy tudomásul kellene venni, de hát nagyon sokan nem beszélik ezt tudomásul. Világéletedben a hírek világában éltél. Mennyire kötnek le a hírek? Mennyire érdekel a politika? Megmondom őszintén, hogy egyre kevésbé. Egyre kevésbé, és egyre kevésbé is érdekelt. Én bemondónak, hírolvasónak szegődtem a Magyar Rádióval. Tehát amit elém tettek és elém tesznek, azt én köteles vagyok a munkaköröm szerint felolvasni. Természetesen nekem véleményem mindenről lehet és van is. De azt nem szabad, hogy te észrevedd, hogy nekem mert véleményem. Akkor már egy pici baj van, ha te észreveszed. Vagy ha már nagyon-nagyon kilóg a lóláb, vagy kilógott régebben a lóláb, akkor talán te is észrevetted, vagy kinézte a televíziót, hogy nem biztos, hogy ezzel 100%-ig azonosul ez a szerencsétlen, aki azt ott felolvassa. De hát erre szegődtem, ezt kellett csinálnom. Bemondónak lenni, mert a klasszikus bemondó, az a műfaj manapság már megszűnő félben van. De bemondónak lenni vagy a rádióban, az szerintem a legnagyobb rang volt. Más a műsorvezető, hiszen a műsorvezetőnek van egy kontaktusa a riport alanyával, vagy a riporternek van egy kontaktusa. De a bemondó az maga a hír ilyen szempontból. Volt a bemondók között, volt-e olyan típusú verseny, és most te, mint egy bizottságnak, ennek a Montag testületnek a tagjaként, hogyan látod, hogy egy-egy bizonyos hangszín milyen fajta bemondói tevékenységre van predesztinálva? Nagyon szép hangok vannak, tehát itt az életkor, a hang magassága, a hang mélysége szerint, a beszéd tempója szerint lehet-e az embereket kategorizálni, vagy kell-e? Hogy kell-e, azt nem tudom, de lehet. Hiszen van nagyon sok olyan hang, amely nem alkalmas mindenre. Tehát, hogy mondjam neked, nem biztos, hogy mindenki alkalmas híreket mondani, és nem biztos, hogy mindenki alkalmas komoly zenei műsorokat vezetni. És nem biztos, hogy mindenki alkalmas gyermekműsort vezetni, családműsort vezetni, beszélgetős műsort vezetni. Nekünk abban volt szerencsénk, hogy évtizedeken keresztül mindenhol kipróbálhattuk magunkat, hiszen három adó volt, és mindegyiknek tulajdonképpen más volt a profilja. Volt a úgynevezett nemzeti főadó, a Kossuth Rádió, akkor volt a Petőfi Rádió, és egy idő után volt a Magyar Rádió harmadik stúdió, nem is mondom, hogy mi is volt az első neve a Bartók Rádiónak. Harmadik műsor, aztán később kapta meg a Bartók nevet. Tehát mindenhol gyakorolhattuk magunkat, mert egyik nap a Bartókon voltunk, a másik nap a Petőfin, a harmadik nap a Kossuthon. És nem csak híreket kellett mondani, hanem mit beültünk 13 órakor a Kossuth Rádióba, és akkor sorba mik jöttek műsorok. A vízállás jelentéstől kezdve hírekig, tánczenei műsorok, nóta műsorok, komoly zenei műsorok, és a Bartók Rádión ugyanez volt, csak ott hát zömében elsősorban komoly zene volt, de ott is voltak színházi előadások, prózai műsorok. A Bartóktól tanultam én nagyon-nagyon sokat,
Bartók Rádióból. Ami kis zenei műveltség ragadt rám, az ott ragadt rám. Akartam, nem akartam. Hosszú-hosszú éveken keresztül ott ültem, mondtam, konferáltam, tehát valami azért ragadt rám, és a mai napig ezt szeretem a legjobban, a Bartók Rádiót. Kell-e egy hírolvasónak korhoz kötődnie? Azt szokták mondani a BBC-ben, vagy a nagyobb hírcsatornáknál inkább idősebb műsorvezetőket alkalmaznak, mert általuk hitelesebbek a hírek. Te azért fiatalon kerültél oda. Mi a véleményed erről? Te mondtad ki az igazat, hogy talán hitelesebbek az idősebb kollégák, a látható is a BBC-ben is, a többi amerikai, német, néha este szoktam nézni valamelyik német adót, egész idős férfi emberek, őszhajú férfi emberek mondják a híreket. Vagy pedig a CNN-ben, vagy voltam, nagyon sokat voltam Svédországban, néztem a televíziót. Hát merem azt mondani, hogy nem 50-50 százalékban, hanem még több, nagyobb százalékban idősebbek vannak a televízió képernyőjén. Tapasztalat van bennük. Olaszországban is egyébként. Olaszországban is, azt nagyon-nagyon, ott nem, azt nem nagyon láttam. Ott csak néha az itteni olasz adókat láttam, és gyönyörű hölgyek, showműsorok vezetnek, gyönyörű hölgyek, igen. Már szinte úgy néz ki, mint egy-egy filmsztár. Meg a francia, nem, a franciáknál is van olyan, hogy idősebb urak vezetik a műsorokat, és nagyon élvezetes műsorokat csinálnak. A hírműsoroknál kifejezetten előny, ha nem 20 éves emberek mondják a híreket. Hogy aztán ez hogy alakult, hogy a közönség igényli azt, hogy egészen fiatal emberek mondják, hogy én ezt nem tudom, és megkockáztatom, hogy nem is hiszem. Melyik volt az első műsor, amikor nem hírolvasással, vagy bemondói tevékenységgel kerültél a nyilvánosság elé, hanem műsort vezettél, ami egy másik kategória, és nem konferáló minőségben, hanem úgy, hogy mint riporter, mint beszélgető partner vettél részt. Nekem nagyon nagy szerencsém volt, azt kell mondanom, mint már említettem, 78. december 15-én szólaltam meg először a Magyar Rádióban, és utána egy hónap múlva áthívtak a televízióba, a Magyar Televízióba. Volt ott egy olyan műsor, amire te már nem emlékezhetsz, csak az idősek emlékeznek, a Jogi Esetek című műsor, és ott egy kolléganőm, Barra Mária, rádióbemondó kolléganőm volt, ő közreműködött abban a műsorban, és elment szülési szabadságra, és akkor áthívtak engem. Ez volt az első, tehát 79 legelején volt, hogy oda átmentem. És attól kezdve egymás után kaptam a televízióban a különböző feladatokat. Külsősként dolgoztam akkor, az állandó munkahelyem a rádió volt, Magyar Rádió, és a külsősként dolgoztam a Magyar Televízióban, de szinte napi gyakorisággal. Ott volt mindenféle híradó, különböző reklámműsorok, emlékszem, jártuk az országot Centrumáruházzal, és akkor ilyen félig reklámműsorok, akkor voltak ilyen délutáni beszélgetős műsorok, 5-ről 6-ra, meg már nem is nagyon emlékszem, hogy mik voltak ezek. Nagyon-nagyon sok műsort csináltam. És a melyik közegben érezted jobban magad? A rádióban. Ez a magányos farkas A televízióban miatt? Is a bemondói munka olyan. Ott szemben van velem a kolléga, a bemondó operatőr és én. És a hangmérnökök, a egyéb műszaki kollégák, azok itt akár egy emelettel följebb vannak. Tehát én ketten vagyok egy kollégával. És akkor voltam. Most már azt hiszem 4 vagy 5 éve megszűnt a televíziós tevékenységem, úgyhogy de ott is ezt szerettem. Én nem tudnám magam elképzelni egy szerkesztőségben, egy ilyen nyüzsgő közegben. Ez annyit jelent, hogy akkor a két műsorod között, hiszen sokszor ugye a beosztás az úgy nézett, hogy tudom én déltől éjfélig, vagy igen, nem tudom, igen, hogy igen, ahogy igen, kellett igen, lenni, igen. És akkor fél óránként, óránként jelenése van az embernek, amikor a híreket elmondja, közben egy-egy műsort levezet, közben átfut a tévébe, tehát azért ez nyüzs is lehetett, vagy nyüzsgő élet lehetett, de ettől függetlenül soha nem mentél be egy szerkesztőségbe, de inkább megmaradtál abban a úgymond kuckóban, ami a tiéd volt, a hírmondói szoba?
A híradóban be kellett menni természetesen. Ott voltam a newsroomban. De szóval az, hogy állandóan ott legyek, azt nem. Az egy, nem az vagy egy barátkozó típus? Tehát mennyire de, barátkozó típus vagyok. De nem vettél részt a munkahelyplettyákban? Igen, abban soha. És nagyon kevés barátom van. Én nagyon kevés emberrel vagyok haragban, nem is hiszem, hogy vagyok valakivel. Rossz viszonyban. De az, hogy olyan nagyon jó barátom legyen, az nem sok van. Minden kollégámmal jó viszonyban vagyok, mert nagyon szeretem őket. Aztán ők szeretnek engem, vagy nem, azt nem tudom. De nekem soha nem volt. Én minden kollégára olyan tisztelettel néztem fel, nálam idősebbekre is, sőt a fiatalokra is, ha láttam egy-egy nagyon tehetséges fiatalt. De amikor legelőször bekerültem a Magyar Rádióba első nap, akkor volt egy pihenőszobánk, ahol a munka közben, mikor nem felkészülés alatt, vagy munkakezdés előtt mindig fél órával hamarabb ott kellett lenni, akkor volt egy nagyon szép pihenőszobánk. És amikor vitt engem a osztályvezető bemutatni az első nap az adóra, úgy hívtuk, ahonnan mentek a stúdiók, és mentünk fel a lépcsőn, és hallottam két hangot. És tudtam, hogy én ezeket évek óta hallom a rádióban. Az egyik Bőzsöny Ferenc hangja volt, ő akkor aznap szolgálatban volt, a másik pedig Váradi Klári kolléganőmnek a hangja volt. Őket hangról ismertem a rádióban. És úgy meghűlt bennem, hogy Istenem, most nekem ez a munkahelyem, ezekkel az emberekkel dolgozhatok majd ezután együtt. És aztán ez így lett. És azóta például a Bőzsöny Ferivel, én mondhatom így, mert nagyon barátságban is vagyunk, mert nagyon kedves kolléga, atyai, jó barátom. A mai napig tartom a kapcsolatot. Ő ugyan már nyugdíjban van, mint a Magyar Rádió egyik főbemondója, de a mai napig napi szinten dolgozik. Talán nem árulok el a titkot, elmúlt 80 éves, de nem látszik rajta. Hangja ugyanaz szép? A hangja ugyanolyan. És minden nap van valami feladata, hívják valahova, igen. Az jutott az eszembe, hogy színházban kezdtél, igen. Kisebb szerepekkel. Mennyire környékeztek, vagy megkörnyékeztek-e utána, amikor már Mohai Gábor voltál, az ismert rádióbemondó a színházak? Ez nagyon érdekes, mert én úgy kerültem a színházba, hogy versmondóként dolgoztam Debrecenben nagyon sokat. Megnyertem én egy nagyon sok országos szavalóversenyt, és egyszer csak megkaptam a Radnóti díjat. És nagyon sok olyan irodalmi műsorban vettem részt Debrecenben, ahol színészek, tehát a Csokonai Színház művészei mondtak verseket, és én velük együtt dolgozhattam. És egyszer, 1975-ben talán, Debrecenben bemutatták Szabó Magda Kiácsváros című drámáját, amit akkor írt a Városnak, és Debrecen történt. Debrecenről szól ez a gyönyörű, szép dráma. És a bemutató előtt egy héttel megbetegedett az egyik szereplő, Fonyó Pista. És akkor az főrendező úr emlékezett rá, hogy van itt a városban egy fiú, aki szokott közreműködni irodalmi műsorokban, próbáljátok meg, hívjátok be, és akkor ő beugrik a Pista helyett. És akkor egy héttel a bemutató előtt behívtak, és hát én bekerültem a Csokonai Színházba, és akkor a Fonyó István szerepét, Bocskai szerepét eljátszhattam Szabó Magda drámájának az ős bemutatóján, és akkor ott maradtam 4 évig, de nem szerettem. Nekem a színházban több barátom volt, mint színház élményem. Barátaim voltak inkább, és velem csak nyert a színház művészet, hogy én nem lettem színész. Én soha nem akartam színész lenni. Én előadó művész akartam lenni, azért, mert egyedül szerettem lenni. Ott kiállok, rajtam van a felelősség. Valami olyasmit akartam csinálni, mint Jancsó Adrien. Nem színésznő, hanem előadó művész. Kiáll egy órát, mondja a verset, rajta van minden felelősség, minden nehézség, mert rettenetesen nehéz egy órán keresztül lekötni az embereket. De ezt akartam csinálni. De azt is tudtam, hogy ebből nem lehet megélni Magyarországon. És nekem kapóra jött ez a bemondói munka. Emellett én azóta is
tudom csinálni. Úgyhogy azóta is előadó. De nem válaszoltál arra a kérdés, hogy utána nem kerestek meg a színházak? Nagyon érdekes, nem a színházak kerestek meg. Vagy rendezők, vagy érted? Hanem egyszer Dévai Nagy Kamillával valahol vidéken felléptünk, pontosan már nem emlékszem, ez 1979 őszén lehetett, tehát egy évvel azután, hogy bekerültem a Magyar Rádióba. És filmet forgatott Gyöngyösi Imre ott a környéken, és valahogy elvetődött abba a művelődési házba, ahol mi Dévai Nagy Kamillával szerepeltünk, felléptünk egy előadó estel. És a végén odajött hozzám, és azt mondta, hogy hát egyrészt bemutatkozott, hogy Gyöngyösi Imre filmrendező, és a felesége volt ott még Petényi Katalin vele, hogy készülnek egy filmet csinálni, és most láttak engem is, nagyon szeretnék, ha én abban elvállalnék egy szerepet, hogy lenne kedvem hozzá. Hát mondom, én nem vagyok színész, de hát próbáljuk meg, ha ő úgy látja. És csinált egy gyönyörű filmet, a Havasi Selyen fiú, ez volt ennek a filmnek a címe, 1979-ben kezdt el, és abban az egyik kvázi főszerepet nekem adta. Ez nagy-nagy élmény volt, hát egy éve voltam rádióbemondó, és akkor híresnek éreztem magam, hogy fú, most már én filmezni is fogok, és akkor tudod, olyan volt, hogy Szlovákiában Selmecbánya, azt hiszem, ott volt a forgatás, és akkor jöttek értem autóval, kivittek, és akkor mondtam, de nekem az esti krónikára haza kell érni, akkor hazahoztak autóval, és ez így ment hosszú időn keresztül. Nyúlkálok itt a... nyúlkálok ide. A szakva. Igen, és utána ez egy tévéfilm volt, azóta is elég sokat játszották már, hát 30 éve, vagy már nem is tudom hány éve volt. Igen. Igen. Fantasztikus színésznő volt a főszereplője, Kovács Mária, sajnos azóta már meghalt, és méltatlanul elfelejtett színész, vagy mellőzött színésznő volt. Óriási tehetség volt, vidéken játszott valahol. És utána egy-két évvel csináltak szintén ők, egy Gyöngyös Imrék egy másik filmet, az egy mozifilm volt, ennek a címét sajnos már nem tudom, és abban is játszottam egy kis szerepet, de aztán ennyi volt. Én elfelejtettem, nem is hiányzik, ott sem voltam én olyan, hogy hú, hát most felfedeznek és irány Hollywood, de ezt is kipróbáltam. De ekkor már nem voltam színházban, tehát mint rádióbemondó lettem filmszínész. Igen, érdekes. Nem csak az a gondolkodtam, hogy gyakorlatilag, ugye, ha van egy jó hang, egy jó karakter, azt előbb-utóbb megtalálják a színházak egy-egy szerepre, ami pont arra hivatott, hogy esetleg kihasználja azt az előadói készségedet, a versmondó képességedet, ezeket a ritka tulajdonságokat, amivel rendelkezel. Hangban nagyon sok színházban dolgoztam. Fölkértek rendezők, hogy amikor van bejátszás van színházban. Tehát az úrhangja gyakorlatilag. Az úrhangja, igen. A Katona József színházban, akkor vidéki színházakban is nagyon sok helyre hívtak a hangban közreműködni. Sőt, a Rutka Éva színházban, ez most jutott eszembe. Én ott játszottam valami darabban. Szalai is volt, azt hiszem, akkor a színház igazgatója, és nekik volt egy olyan kezdeményezésük, hogy nem hivatásos színészeket hívtak meg színházakban, hanem ismertebb közszereplőket, rádiós, tévés embereket, és akkor én egy drámában, egy nagyon szomorú drámában ott fölkértek engem, és akkor ott játszottam. Hogyan készülsz föl, mondjuk, hogyha egy nagy műsort kell konferálnod? Ez megint egy másik szakma, a konferálás szakmája. Szeretsz egyáltalán konferálni? Szeretek. Nagyon sok műsort vezettem. Arra gondolsz, hogy... Igen, a konferenci. Igen, színházakban, igen, hangversenyt a mai napig konferálok, minden. Igen, hiszen a Márványteremben, Rádió Márványtervében levő hangversenyeknek egy részének te vagy az állandó konferenci. Igen, de minden csütörtökön van egy komoly zenei hangverseny, a Márványteremben azt csinálom. Azon kívül régen van a Zeneakadémián, nagyon gyakran vezettem műsorokat, és ezeken
én nagyon-nagyon nagy gazdagságra tettem szert, hiszen olyan hatalmas művészekkel ismerkedhettem meg, akiket addig csak konferáltam is, és személyesen találkozhattam velük. Most hirtelen egy jut eszembe, Victoria de Los Angeles, akit hát a világ egyik legnagyobb énekesnője volt, és egyszer itt koncertet adott már idősebb korában a Zeneakadémián, és akkor engem kértek fel, hogy ezt a műsort vezessem. El nem tudom neked mondani, hogy milyen érzés volt, hogy egy levegőt szívhattam egy ekkora művésszel, és akkor még sorolhatnám Marton Éva, akkor még nem, éppen, hogy tulajdonképpen visszafogadták ide Magyarországra, ez a csúnya szóval, hiszen azt hiszem, hogy kényszerűségből ment el, mert nem ismerték fel itt azt a hatalmas tehetséget, amivel ő aztán a világ egyik jó vezető énekesnője lett. Jó pár világsztáron van, akiről nem sorolni. Lehet tudni bizony, Magyarországon egyáltalán, bizony, mert ideje korán elkerülnek, igen. Vagy méltatlanul nem foglalkoztatás után elkerülnek, és akkor nagyon, nagyon érdekes sztori jutott most eszembe, vagy kis történet. Marton Éva még nagyon ritkán járt akkor haza Magyarországra. Azt hiszem, hogy énekelni egyáltalán nem. És én egyszer egy társasággal kint voltam Bécsben, és az Operaház környékén egy kis kávéház teraszán ültünk. És egyszer csak látom, hogy jön egy királynő azon a kis utcácskán, és mondom, hogy gyerekek, ez a Marton Éva. Tehát akkor még csak televízióban sem nagyon lehetett látni itt Magyarországon, csak külföldi filmfelvételek, vagy DVD-k, vagy valahonnan lehetett látni. És nem hülyeskedj már, nem... És hát én nem rösteltem, fölálltam, és oda mentem, hogy szeretnék autogramot kérni, és akkor beszélgetett velem, boldog voltam. Visszaültem, és mit ad Isten, 10 perc múlva jön egy másik hölgy, nézek arra egy kis kosárkával a karján, mondom, gyerekek, ez az Edita Gruberova. Hát az Operaház környékén voltunk. Hát én oda mentem, autogramot kértem, szintén tőle, hiszen ő a mai napig, most 70 éves, de a mai napig koncertezik, jön ide is most nem sokára Magyarországra. És vele is elkezdtünk beszélgetni, és mondtam, hogy Budapestről, és akkor rögtön magyarra váltott, hiszen ő azt hiszem anyai ágon magyar származású volt, úgyhogy ilyen szép emlékeim voltak, és amikor utána valahányszor valamelyikük nevét konferálom a Bartók Rádióban, akkor ez a kis sztori mindig eszembe jut, és aztán egyszer megadatott nekem, amikor Marton Éva már gyakran volt itthon, hogy egy önálló hangversenyét konferálhattam, és akkor elmeséltem neki ezt a kis történetet. Erről két dolog jutott az eszembe. Az egyik az, hogy milyen érdekes, hogy Mohai Gábor, aki egy lehet azt mondani, hogy maga szakmájának a sztár szintjén álló előadó művésze. Örül annak, hogy beszélhet arról, hogy ő autogramokat kért híres emberekről. És előbb már beszélgettünk itt a műsor előtt, hogy te nagyon szerettél autogramokat gyűjteni. A másik, úgyhogy ehhez is várom majd a kommentedet, de a másik szál, amit meg szeretnék említeni, hogy elfogódott vagy-e akkor, amikor olyan emberekkel találkozol, akiket nagyon-nagyon tiszteltél? Én megmondom egész őszintén, pláne, de még a mai napig is. Tehát akit úgy nem ismerek, de láttam filmjeit, vagy nem tudom mi, olyan elfogódott, olyan félszeg tudok lenni, amíg el nem telik az első pár perc, hogy mit fogok tudni abból az emberből kihozni, ami picit más, mint amit lerágnak a többi televíziók, vagy a többi műsorvezetők. Ez nálad hogyan, a saját szakmádon belül hogyan jön elő? Ugyanígy, hogy rettenetesen izgulok. Izgultam. Sajnos most már ilyen műsorok nincsenek, és nem is csinálok. De egy időben nagyon sok beszélgetős műsort csináltam a Magyar Rádióban. Nagyon nagy színészekkel, nagyon nagy énekesekkel. Hogy csak egyet mondjak, vagy majd kettőt. Tolnai Klárival, vagy Sas Szilviával. És akkor Tolnai Klárit arra kértem egyszer telefonon, hogy ugyan befáradna a Magyar Rádió éjszakai műsorába, ami éjfélkor kezdődik és reggel 4 óráig tart, kimondani sem mertem ezt az időpontot. Az első szóra azt mondta, hát hogyne drága, persze, mikor, igen, de és jó. Akkor bejött, és nem kellett volna neki ott lenni reggel 4 óráig, igen. De az az óriási tisztelet, ami bennem volt iránta, a művészete iránt,
az természetesen nem szűnt meg, de úgy feloldott a közvetlenségével, a barátságával, hogy akkor úgy elfelejtette az ember, hogy nem felejtett, rossz kifejezés, nem is tudom, mit mondjak. Szóval egyenlő partnerként kezelt ott, és válaszolt az én bugyot a kérdéseimre, hajlandó volt rá éjszaka, amikor alhatott volna otthon bejönni nagy színházi előadás után, vagy Sass Szilvia. Egy szomorú történetem van ezzel kapcsolatban. Meghívtam Rutkai Évát is egy ilyen műsorra, és egyeztettünk, és ő azt mondta nekem a telefonban, hogy jaj, boldogan bejön, csak attól fél, hogy álmos lesz, mert ezek éjszakai műsorok voltak. Hát mondom, addig marad, ameddig jól esik. A műsor 4 óráig tart, de ha csak 1 órára van kedve, akkor 1 óra, akkor hazamegy, befejezzük. És beleegyezett, és nem sokkal az adás előtt, már a rádióiságban megjelent a fényképe, hogy a műsor vendége Rutkai Éva, és nem beteg lett, kórházba került. És akkor még a kórházban, mikor kórházban volt, elhatároztam, hogy egy utolsó egyeztetést, akkor hogy egy műsor, erre a műsorra, de akkor már nem lehetett vele beszélni, és műsor előtt 2 nappal halt meg. Valamit kellett csinálni, és akkor én ilyen bocsinált riporterként elmentem azokba a színházakba, amelyek aznap éppen játszottak, és kifogtam egy olyan színházi előadást a Várszínházban, és a melyik is a Víg Színháznak, a Pesti Színházban, ahol Páger Antal, Gobbi Hilda, Darvas Iván, Gálfi Laci, és még néhányan beszéltek, és őket kérdeztem Éva halálának másnapján, Rutkai Éva halálának másnapján, hogy mondjanak 1-2 szót, mert készült volna egy műsor. Hát mindegyik a könnyeivel küzdött. Páger Antal például azt mondta, hogy Istenem, miért nem én haltam meg, miért ez a drága gyerek? Vagy Gobbi Hilda egy gyönyörű szép történetet mesélt el. Fölmentem a Várszínházba, ott pedig nem tudom a darab címét, de fantasztikus szereposztásban ment egy darab. Törőcsik Mari, Váradi Hédi és Zsata Irén. És őket is megkérdeztem. És akkor ebből a riportokból csináltam ezt az éjszakai műsort 1 órában, úgyhogy minden megszólaló után Rutkai Éva elénekelt egy sanzont. Szóval vannak az embernek ilyen szép emlékei, amelyeket örökre megőriz, és ha más nem marad, csak ez, akkor azt mondja, hogy milyen jó, hogy én ott dolgoztam, és ismerhettem ezeket az embereket. Az éjszakai műsorok gyakorlatilag kihaló félben vannak. Pedig voltak neked ezek a műsoraid, akkor voltak olyanok, amik egészségügyről szóltak, és azok is ilyen éjféltől hajnalig nyúló műsorok voltak, és én tudom magamról, hogy azok az emberek, akiknek kattog az agya éjszaka, mert dolgozik, vagy nem tudnak aludni, mennyire sokat tud egy-egy ilyen műsor segíteni. Abba bele lehet aludni, föl lehet rá ébredni, újra bele lehet hallgatni, tehát ez egy hihetetlen jó dolog, hiszen nagy valószínűséggel ezek a műsorok nem úgy készülnek, hogy arra számít a műsorvezető vagy a műsorkészítők, hogy az emberek leülnek éjfélkor a rádió elé, és hallgatni fogják hajnali 4-ig, hanem pontosan az a fajta háttér és kisegítő társ egy rádió, amire nagyon-nagyon nagy szükség van, és én megmondom őszintén, hogy elképesztően nagy hibának tartom, hogy gyakorlatilag éjjel csak tüc-tüc zenét lehet hallgatni. Talán egyetlen egy olyan rádiós csatorna van, amelyiknek éjszaka beszélgetős műsorai vannak, illetve ismétléseket adnak be. De az élő, az teljesen kihalt jelen pillanatban. És ez egy borzasztó nagy hibája szerintem a mai közszolgálati televíziózásnak, vagy akár melyiknek, mert igen, nem könnyű fönnmaradni éjfél és reggel 4 között. És nem is az a feladata ennek az egésznek, hogy lekössem 4 órán keresztül a közönséget, hanem az, hogyha valakinek van valami, vagy csak dolgozik, és éppen fönt kell maradnia, mert olyan a beosztása, akkor is tudjon valami értéket kapni, vagy valami örömöt, vagy valami tanácsot, vagy akármit. Igen, azt mondod, hogy nem könnyű sok embernek fönnmaradni éjszaka, de azt is mondhatjuk, hogy nem könnyű sok embernek elaludni éjszaka. Hát ez az, igen. És ez a műsor elsősorban nekik szólt.
Esti mese helyett. Esti mese, éjszakai mese helyett. Művészeknek, aha, akik hazamennek éjszaka, és nem tudnak előadás után aludni. Nagyon kedves példa, nekem voltak ebben az éjszakai műsorban vendégeim. Volt vendégem a házaspár Zárai Márta és Vámosi János. És akármikor ment ez az éjszakai műsor, nem ők voltak műsorban, minden áldott műsorba betelefonáltak. Akárki volt a műsorban, hogy de jó, hogy ott vagytok, de jó, hallgatlak benneteket, nem tudok aludni, de jó, és legyetek, és beszélgessetek. Szóval ez nagyon-nagyon sok visszajelzést kaptunk ezekből a ezekre a műsorokra. Valóban nagyon hiányzik, hiszen javarészt most már ismétlések mennek, amely műsorok nappal elhangzottak, de ezek élő műsorok, promptot készült műsorok voltak. Most még itt egy dolog eszembe jutott, mondtad, hogy betelefonáltak például a Márti, meg a Zárai Márta és Vámosi János is, és rengeteg néző. Érezted annak idején a veszélyét a betelefonálásnak? A világ nagyon megváltozott. A telefon az élő műsoroknak a varázsa hihetetlen jó, és borzasztóan el tudnak vinni egy műsort. Hogyan tartottad mederben a telefonálóidat? Ebben az volt a szerencse, hogy a telefonokat nem mi vettük föl, hanem a technikus, aki kint volt az üvegfal mögött, illetve egy ügyeletes, most már gyártást vezetőnek hívnák, akkoriban nem tudom, egy kolléganő vagy kolléga vette föl a telefonokat. És ha hát olyan telefon volt, hát természetesen mindenhol előfordulnak trágár betelefonálók, meg butaságokat betelefonálók, azokat nem biztos, hogy beadjuk a... beszélgetünk velük kint, mikrofonon kívül, de az nem biztos. Itt is volt egy nagyon kedves dolog, ez ma már elmondható, hiszen rendszerváltozás előtt volt, vendégem volt Kovács Erzsi. És Kovács Erzsi hosszú-hosszú évekig nem énekelhetett Magyarországon, bizonyos okok miatt, politikai okok miatt, ezt mindenki tudja, börtönben is volt. És beszélgettünk egész éjjel, és akkor az első órai szünetben, első óra után volt egy kicike kis szünet, kimentünk inni egy korty vizet, és akkor a hangtechnikus kolléganő azt mondja nekem, hogy volt egy telefonáló, de nem mertük beadni, nem is akarta, hogy beadjuk, mert azt mondta, hogy szeretettel üdvözli Kovács Erzsit, de csak mikrofonon kívül mondják meg neki, mert ő együtt ült vele a börtönben. És Erzsi ebben a műsorban erről akkor nem beszélhetett, hogy ő börtönben ült, mert ez még akkor volt. De utána már beszélt is, meg film is készült róla, szóval ezek nagyon érdekes dolgok voltak. És akkor a közönség nem is biztos, hogy a hallgatók nem tudták, nem tudhatta mindenki, hogy Kovács Erzsi börtönben ült politikai okok miatt. Szörnyű, szörnyű idők voltak azok. Mondtad, hogy nem nagyon foglalkozol a politikával. Ilyen dolgok miatt? Megérintett valaha a politika egyébként? Természetesen napi szinten mindenkinek kell foglalkozni a politikával, pláne aki hírműsorokban dolgozik. De hát olyan sok minden van, ami a politikán kívül van. Természetesen megvan nekem is a véleményem, tudom, hogy hova megyek szavazni, mire szavazok, kire szavazok, de hát ez az én magánügyem. De nem szerinted szabad, kell, hogy egy na pont ezt akartam kérdezni. Az egész életünk erről szól. Nem, én arra gondoltam, hogy mennyire tartod jónak, hogy egy közszereplő nyíltan politikai állásfoglalást vállaljon. Mert te közszereplő vagy. Tehát én nyilván nem vállalhat, nem is vállalnék. Tudom, hogy nem vállaltál. Nem tudom, hogy kit nevezünk majd közszereplőnek, de például egy színészt vagy művészt én nem ítélek el azért, hogy nyíltan politikai állásfoglalása van, mert hát ő művész, én viszont híreket mondok. Tehát ha én azt mondom, hogy igenis, én most az A-párt szavazok, meg az ő tagja vagyok, meg őket támogatom, és utána bemegyek híreket mondani, akkor a B-párt szimpatizánsai azt mondják, fú, hát ez az A-pártnak a szimpatizánsai. Biztos még a híreket biztos, is elfelvítette. Biztos, a híreket is úgy mondja. Tehát ezt így ilyen szinten nem, ilyen szinten nem. A munkaidő után valaki kilép a rádióból, magánügye, hogy hova megy, hogy
ide megy, oda megy, ilyen gyűlésre megy, olyan gyűlésre megy, de mint közszereplő, médiában dolgozó közszereplő, én szerintem nem szabad, nem szabad. Egyéb közszereplők, igen, mint említettem, művészek, nyugodtan. Rajongó voltál gyerekkorodban, és mondtad, hogy minden csapatnak írtál levelet, hogy küldjenek autogramot, a fradistáknak azt írtad, hogy Fradi Drucker vagyok, a honvédósoknak az, hogy Honvéd Drucker vagyok. Kitől kérnél ma autogramot? Hát én nem is tudom. Talán autogramot már senkitől nem kérnék. Hiszen elég, ha szóba áll velem valaki, akit én nagyon-nagyon tisztelek, az megmarad bennem, mintha egy könyvbe oda lenne írva a neve. Emlékszem rá, hogy Debrecenben érettségiztem, és mentünk szerenádot adni a ballagás előtti este, van ugye a szerenádadás valahogy így volt. Igen. A tanároknak, és az Aranybika hajában gyülekeztünk össze. És én fiú gimnáziumba jártam, Debrecenben a Tóth Árpád gimnáziumba, illetve amikor mi már negyedikesek voltunk, akkor már koedukált volt. Tehát mikor mi negyedikesek voltunk, már voltak elsős lányok, és attól kezdve már vegyes iskola volt. És gyülekeztünk a Bikahalban, és arra lettem figyelmes, és ott mindig éjszakai műsor volt, meg esti műsor, tánczenei műsorok, igen, voltak, jöttek a Budapesti. És akkor énekelt ott Heller Tomi? Heller Tamás, akivel én egy gimnáziumban jártam, Tóth Árpád gimnáziumban. Mármint tánzdal énekes, igen. És egyszer csak arra lettünk figyelmesek, mi fiúk, hogy valaki, egy csinos hölgy miniszoknyában, hát több is látszott, mint a miniszoknya széle, szedeget a földről valamit, milyen pénzdarabokat vagy valamit szerzett, szedegetett föl, hát természetesen minden fiú ott körbeállt, hogy gyertek, és felállt, és Ambrus Kiri volt, a kor nagy sztárja, talán a legnagyobb sztárja volt Ambrus Kiri akkor, ez 1967-ben amikor volt. Jaj, hát mindenki oda ment, Ambrus Kiri itt van, és képzeld el, hogy meghívtuk Ambrus Kirit másnap a ballagásunkra, és eljött. Ambrus Kiri eljött a ballagásunkra, hát a negyedik osztály feszített, mert velünk jött, és akkor az egész iskola, még a tanárok is mindenki, hogy került ide Ambrus Kiri. És kérdezem, mind akkor mindenki kapott egy kis könyvet ajándékba az iskolában, egy egész picike, én egy adik kötetet kaptam, és akkor Kiri ezt dedikálta. És utána még leveleztem is vele, egy 2-3 levelet váltottam vele. Aztán eltelt sok-sok év, és egyszer Kirivel kollégák lettünk a rádióban, mert nagyon sokat rádiózott. Aztán szintén meghívtam egy ilyen éjszakai műsorba, és ezt elmeséltem neki. Hát természetesen ő erre így konkrétan nem emlékezett, valamire emlékezett, de ezek olyan szép dolgok voltak, és megmutattam neki, nézd meg itt a könyv, amit nekem akkor írtál. Remélem, hogy sok ember viszont büszke lesz arra, hogy egyszer volt egy autógramja Mohai Gábortól. Köszönöm szépen, hogy velem fogsz reggelizni, mert eddig nem volt időd és lehetőséged. Én köszönöm. Ő szólt, de azért még sütött a nap. A fákon piros és sárga levelek remegtek. Az angolok ezt úgy hívják, indián nyár. A Lillás reggeli már a Facebookon is elérhető, facebook.com/lillásreggeli. A műsorvezető frizuráját a Blanc Salon készítette. A forgatási helyszínt a Gundel étterem biztosította. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.